Ezek a felvételek tavaly készültek. Akkor ilyen tárgyakat adományoztak az Állatbarát Alapítványnak, hogy ezeket a decemberi karácsonyi vásáron eladják. A gyűjtést idén is megszervezték. Hasonló felajánlásokat kaptak szép számmal, így a tervek szerint december 1-én megnyitja kapuit a vásár. Ahogy a korábbi években már bevált, idén is az oktatóhelyiséget rendezték be erre a célra. Ami azonban változás tavalyhoz képest, hogy az aktuális járványügyi helyzet miatt fokozottan figyelnek a higiénés szabályok betartására és betartatására. Annyit vezettünk be eddig legalábbis, hogy maximum 5 ember tartózkodhat ebben a körülbelül 30 négyzetméternyi helyiségben, tehát a másfél métert nagyon szépen meg tudják tartani. Maszkban lehet majd bemenni ebbe az oktató helyiségben, folyamatosan fertőtlenítünk majd, illetve szellőztetünk is természetesen. De egyébként sem jellemző, hogy túlságosan nagy lenne, úgymond a tömegnyomor ebben a kis helyiségben, hiszen folyamatosan érkeznek az emberek hozzánk, és ez eddig is megoldható volt, illetve kint a filagória alatt is berendeztünk egy kisebb vásárt. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy csak olyan tárgyakat vigyenek felajánlásként az állatbarátok, amelyek jó állapotban vannak, és a célnak megfelelően használhatóak. Előfordult már, hogy szakadt plédeket, koszos terítőt vagy törött bögrét kaptak, ezeket azonban nem tudják eladni többszöri próbálkozással sem, legyen szó karácsonyi vagy más garázsvásárról. Az egyedi, kézműves dolgokat azonban hamar és szívesen elviszik a látogatók. Az így összegyűjtött pénzt a kutyákra és a macskákra fordítják. Nagyjából egy ilyen 400-600 000 forint közötti összeg szokott egy hónap alatt összegyűlni ezekből a kis csecsebecsékből. És hát, hogy mire használjuk fel, egyértelműen a legfontosabb dologra, az állatorvosi költségekre, hiszen ugye a táp, gyógyszer, illetve különféle vitaminok, stb. Azért karácsonyi időszakban elég szépen érkezik szerencsére, hiszen mindig megkérdezik az emberek, vagyis nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szükségünk. Most az idén csináltunk egy ilyen kis kívánságlistát, úgymond, hogyha valaki érdeklődik, akkor el tudjuk küldeni neki, vagy ugye kint is van a közösségi oldalunkon, illetve a honlapunkon is ez a kis kívánságlista. És ugye ezeket a dolgokat általában azért kapjuk. Viszont amiben nem tudnak nekünk az emberek segíteni tárgyként, tehát fizikai adományként, azok az állatorvosi költségeink, tehát ez bizony súlyos forintokba kerül. Főleg az őszi-téli időben, amikor jelentősen megnő a balesetek száma az utakon. A menhelyen jelenleg is nagyon sok balesetes állatot kezelnek. A négylábúak kórházi ellátása és az esetleges műtéti sorozatuk pedig nagyon költséges lehet. A tervek szerint, ha a járványügyi korlátozások lehetővé teszik, december 19-én megrendezik a hagyományos állatok karácsonyát is, ahol lángossal, zsíros kenyérrel, forró teával és forradborral várják majd az állatbarátokat.